Továbbra is online formában tartja rendezvényeit a megyei levéltár. Hogy milyen témákkal várják az érdeklődőket az interneten, kiderül hamarosan, ahogyan helytörténeti pályázatukról is szó esik az adásban. Mindenekelőtt mai tartalomjegyzékünk érkezik. Köszöntöm Önöket! Ingatlan piac, élénk a lakások iránti kereslet, egekben az árak. Vali Nyíregyházán is bemutatták a megújult vállalkozói portát. Munka a levéltárban, készül az idei évkönyv, nyáron jelenik meg. Valósággal felrobbant az ingatlanpiac, jelentősen növekedett az adásvételek száma a közelmúltban. Ez mind a használt, mind az új ingatlanoknál megfigyelhető volt. Megyénkben ugyanakkor számottevő visszaesést a járványhelyzet sem okozott ezen a területen. Az árak közben jóval magasabbak, mint akár egy évvel ezelőtt. Köszöntöm a stúdióban Seregine Jánvár Jenikőt, az Otthoncentrum aranyfokozatú otthonszakértőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mi az, ami tapasztalható? Arra azért számítani lehetett, hogy amikor megtörténik egy nyitás, akkor valami nagy dolog fog történni. Mi az, amit tapasztaltatok az elmúlt egy évben a pandémia idején? Hát a kezdeti rémület után azért elég hamar rájöttünk, hogy igazából ez a mi szakterületünkön, az ingatlanpiacon nem biztos, hogy annyira rossz. Eléggé átalakult a piac, nyilvánvalóan a kezdeti bezárkózás után rájöttek a ügyfelek is, hogy akinek el kell adnia ingatlant, annak muszáj lépnie, akinek vásárolnia kell, annak is muszáj lépnie. Tehát az ingatlanpiac, mint olyan, nem állt meg. És tapasztalható volt visszaesés az ingatlanok forgalmi értékében az elmúlt egy évben? Igen, az értékek egy hajszányit visszaestek, tehát az igazi mélypont az olyan 2020. szeptembere környékére tehető, amikor eléggé lementek az ingatlanárak, de aztán az ugye a második hullám időszaka volt nagyjából, de a 2021-es év eddig, és valószínűleg ez továbbra is ezt a tendenciát fogja mutatni, folyamatos emelkedést hozott a tranzakciószámban is, az ingatlanok értékének a változásában. A lakó ingatlanok, vagy a gazdasági célú ingatlanok kereslete változott meg jobban az elmúlt egy évben? Hát a lakó ingatlanok egyértelműen, mi igazából ezzel is foglalkozunk 99%-ban, tehát én igazából erről tudok referálni. A lakó ingatlanokra ez kifejezetten hatással volt a pandémia, akár a negatív, de a mostani pozitív hozadéka is. Mi az, ami itt a megyében tapasztalható, és elsősorban Nyíregyházán az országos tendenciához képest? Mindenütt emelkedtek a tranzakciószámok, mindenütt emelkedtek az ingatlanok négyzetfajlagos négyzetméter árai. Nyíregyházán kicsit magasabbak ezek az értékek, mint az országos átlag. Például a családi házaknál egy ilyen 18-20% közötti ingatlanáremelkedést figyeltek meg, vagy mértek a központunknak az elemzői. A társasházi lakásoknál attól függően, hogy tégla vagy panellakásról beszélünk, egy 11-9% körülbelül az áremelkedés az előző év hasonló időszakához képest. Milyen egyéb változást hozott a pandémia, és nem csak a tranzakciók számában, vagy az árak változásában, hanem mondjuk az ingatlanvásárlási szokásokban? Mint ahogy az elején is mondtam, ez számunkra pozitív hatást gyakorolt a mi szakmánkra és a mi piacunkra, mert szűrtett tulajdonképpen ez a járvány az ügyfeleket. Nagyon sok olyan ügyfél volt megelőző időszakban, akik még nem igazán tudták, mit szeretnének. Nem igazán tudták, hogy akarnak egyáltalán vásárolni, el akarnak egyáltalán adni, el akarják adni az ingatlanjaikat, és hát sok felesleges kört futottunk. Most ezek az emberek, ezek ugye most nem feltétlenül indultak neki ingatlant nézni, egyáltalán nem is tették ki az ingatlanjukat a piacra eladóként, hanem azok, akiknek ténylegesen az élethelyzete miatt valami miatt lépniük kellett, akár születés, akár házasság, akár haláleset miatt. Tehát megvolt a maguk megfelelő ok arra, hogy ők lépjenek, és hát ezek az emberek ténylegesen
eladtak, ténylegesen vásároltak. Hogyha oda került a helyzet, hogy egy vétéri ajánlatot kiközvetítettünk, akkor gyakorlatilag 10-ből 10-en meg tudtak egyezni, ami korábban ez azért nem volt ennyire egyértelmű. Magyarul az ügyfeleknek egy jelentős része csak azért jelentkezett, mint érdeklődő, vagy lehetséges vásárló, hogy megnézzen bizonyos ingatlanokat, akár azért, hogy jobban fel tudja mérni, hogy a saját ingatlanját mennyire tudná értékesíteni, vagy mennyit ér a sajátja. Igen, tehát ez sokszor előfordult, ezek a bizonyos ingatlan turisták, akikre ilyen szép szót használunk, akik tényleg csak azért, hogy bemenjenek bizonyos értékű ingatlanokba, megnézzék azt, hogy két lakótömbbel arrébb vajon mit árulnak ennyi pénzért, és ő vajon, ha el akarná adni, akkor vajon mi történne, de hát ezek az emberek ugye most kicsikét visszafogták ezeket a dolgokat, ami nekünk tényleg kifejezetten jól jött. A használt vagy az új lakóingatlanok azok, amik keresettebbek vagy jobban pörögnek? A használtak egyértelműen, nyilvánvalóan az árak miatt is, mert egy használt, nem tudom, 51 négyzetméteres lakás azért nagyságrendekkel olcsóbb, mint egy új építésű ingatlan. Igazából az új építésű ingatlanok piaca az a tavalyi évben eléggé leült. Megálltak az építkezések, megnövekedtek az építőanyagárak. Nem feltétlenül ezeket keresték legalábbis a mi ügyfeleink, viszont a használt lakóingatlanok, és leginkább a vidéki családi ház és az olcsóbb családi házak piaca az elképesztő módon megugrott, nyilvánvalóan az állami támogatásoknak is köszönhetően, meg amiatt, hogy a sokadik emeleten lakó kis lakásban lévő emberek a bezártságtól, tehát menekültek ki vidéki kisebb házakba akár, és például sok tranzakciónk ilyen indokkal jött létre, hogy egyszerűen nem bírták tovább a bezártságot, és szerettek volna egy kis kertet, egy kis zöld területet, és emiatt inkább bevállalták az ingázást, kimentek vidékre, és vásároltak családi házat. Ugyanakkor azt is lehet tapasztalni, hogy Nyíregyházán az országos átlagnál magasabbra vagy erősebben emelkedtek az ingatlan árak. Ennek mi lehet a magyarázata? Hát többek között az is, hogy élénkült a kereslet. Tehát, hogyha egy bizonyos típusú ingatlanra többen... De vajon mi az, amiért ilyen vonzó lett a nyíregyházi ingatlan? Sok olyan ügyfelünk van, aki akár Budapestről, akár az ország nyugati részéből visszajönnek igazából Nyíregyházára. Itt születtek, itt éltek gyerekkorukban, és most többen jönnek ide vissza. Élhető város, olcsóbb, mint az ország nyugati része, vagy akár Budapest, és itt szeretnének igazán letelepedni, és ez az a vidék, ami miatt visszajönnek, ez az a ingatlan típus, meg ez a város az, amit hát szeretnének továbbra is tartani. Ezek szerint egyfajta vándorlás tapasztalható, és említetted, hogy a vidéki ingatlanok nagyon keresettek lettek. Nyilván ehhez hozzájárulnak azok a különböző támogatások, amiket igénybe lehet venni. Mik ezek, és mik ezeknek a legfontosabb buktatói, amire nagyon oda kell figyelni egy-egy ingatlan megválasztásánál? Hát igen, itt a buktatókkal kezdeném, ha lehet. Tehát nagyon jól hangzanak az állami támogatások, nyilvánvalóan nagyon jók is, de nem adják azt olyan egyszerűen. Tehát én arra buzdítanék mindenkit, hogy aki vidéki ingatlan és családi házvásárlásban gondolkodik, kérdezze meg először szakembertől, hogy milyen típusú ingatlan az, ami megfelel mondjuk egy falusi csokos, vagy egy bármilyen állami támogatással megvásárolható ingatlannak. Mert van jó pár kitétel, és az értékbecsléseket sokkal szigorúbban veszik mostanában, mint mondjuk egy-másfél évvel ezelőtt. Mik ezek a legfontosabb kritériumok? Hát amiben rendszeresen belefutunk ezeknél a, nem tudom, 30-40 éves vidéki családi házaknál, hogy ugye ott sokszor nyári konyha volt. Tehát a konyhának a lakótérből kell nyílnia. A fürdőszobában nincsen fűtés nagyon sok helyen. Az kötelező, különben nem adják meg rá az állami támogatást. Meg kell lenni a minimális négyzetméternek. Egy 58,9 négyzetméteres lakóingatlan, még nem 60, tehát nem fogják megadni rá az állami támogatást például. Tehát volt már olyan töredék négyzetméteren múlott a dolog,
nagyon pontosan, nagyon alaposan meg kell nézni, hogy az az ingatlan ténylegesen megfelel a törvényi kritériumoknak. Magyarul a meglévő ingatlannak már bizonyos feltételeknek meg kell felelni, és az nem elegendő, hogy a pár vállalja, hogy valamilyen határidőn belül hozzáépít, vagy bővít, vagy fejleszti, vagy átalakítja azt az ingatlant. Igen, ez egy picit ilyen ellentmondás, mert hogy felújítom a fürdőszobát, meg átalakítom és korszerűsítem az ingatlant, az nem elég, tehát a kezdetén is meg kell felelni bizonyos kritériumoknak. Még egy, amin már többször, hát nem azt mondom, hogy megcsúsztunk, de nagyon kellett rá figyelni, hogyha például csatorna hálózat van az utcában, kötelező rákötni a csatornára. Mindegy, ha egyébként összeomlás szélén álló vályokház, rá kell kötni a csatornára, mert csak akkor kapják meg rá az állami támogatást. Tehát, és ezeket az emberek ugye nem gondolják, hát ott van, majd szépen felújítom, 5 millióért megveszem, 5 milliót ráköltök, minden nagyon szép, és mégsem kapják meg a támogatást, mert az ingatlan nem felel meg a kezdeti kritériumoknak. Mi a helyzet a babaváró kölcsönnel? A babavárót ugye házas párok vehetik igénybe, életkorhoz van kötve, itt is nagyon sok mindenre már az elején figyelni kell, 3 év TB jogviszonynak legalább az egyikőjüknek meg kell lenni, és hát itt 3 gyereket be kell vállalni, hogy a maximális állami támogatást megkapják. Hát friss házasoknál ez azért kicsit merész gondolat, de hát... Mi történik, ha nem sikerül, vagy akár önhibájukon kívül nem sikerül? Ha nem sikerül, akkor kamatostól egy összegben vissza kell fizetni az állami támogatást. És akkor ez ugye van rá határidő, tehát 5 év, ameddig a kritériumoknak meg kell felelni, hogyha ez mégsem jön össze, akkor 5 év múlva ott állnak egy szép kis fizeti, igen, támogatni, tehát a kamattal együtt. Persze van olyan, amikor megfelelő papírok, hogy ami miatt nem tud, nem születnek meg ezek a gyerekek. Na de hát ott is azért nagyon alaposan megnézik töviről a hegyire. Hát ugye ez még a babaváró, az még nem jutottunk fiatal, el odáig, kell az 5 évet hogy vele, igen, hogy meglássuk azt, hogy mi fog történni akkor, ha. De óvatosan kellene ezzel bánni igazából. Mik azok az összeghatárok, amik mondjuk úgy, hogy különböző fokozatokat jelentenek az ingatlanpiacon? Mik a legkeresettebb ingatlanok Nyíregyházán és környékén? Hát a vidéki ingatlanok most a falusi csokból kiindulva általában az 5 millió forint környéki ingatlanok, amik hát az értékükből adódóan hát eléggé kis szerények, de hát nyilvánvalóan, aki ezt tudja megvenni... Azért azt keresik. Igen, azt keresik, és akkor ez az 5 millió forint az a határ, amit 5 millió forintért megvásárol, akkor 5 millió forintért fel is újíthatja, és ezt ugye állami támogatásban megkapja. A babaváró a 10 millió forintjával, ez megint nagyon nagyszerű lehetőség. Ott arra kell figyelni, hogy a támogatást miután megkapta a házaspár, 3 hónapon belül, ha ingatlant vásárol, akkor csak a 75%-át fordíthatja vásárlásra. Tehát ott megint figyelni kell, hogy ne essenek ebbe bele, mert akkor az már nem 10 millió, az már csak 7,5 millió forint, amit vásárlásra lehet szánni. És hát a különböző csok variációk, akár újépítésre, akár használt lakásra, a gyerekszámtól, nézetméterszámtól függő, vagy nézetmétertől függő ez az összeg. Nagyjából ez a sláger most a babaváró és a falusi csok. Babaváró, falusi csok. Van-e olyan, ami mondjuk ugye a lehetetlen kategória, amit nehéz eladni? Hát... Igen, végül is van olyan, amin azért dolgozni kell. Tehát mi, ha egy ingatlan bekerül hozzánk, megnézzük a tulajdoni lapját, térképmásolatot, hogy ott van-e az az ingatlan, mert nem egyszer, nem kétszer előfordul, hogy fel sincs rajzolva, vagy nem az szerepel a térképmásolaton, mint ami a valóságban van, és se több nem lehet a térképen, se kevesebb. Tehát ezeket azért helyre kell rakni, és ilyenkor a tulajdonosok figyelmét felhívjuk rá, hogy most mit tegyen, mi a következő lépés, hogyan tudjuk ezt az ingatlan piacképessé eladhatóvá tenni, és nem mindig csak az ár a meghatározó, hanem a jogi háttere is a dolgoknak. Seregi Néje Merénikő, köszönjük szépen, hogy megosztotta velünk a tapasztalatát. Én is köszönöm.
Fontos a vállalkozók teljes körű tájékoztatása, mások mellett a számukra elérhető pályázatokról. Ennek jegyében rendeztek szakmai fórumot múlt hét csütörtökön a Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. Mind a kamara, mind az Innovációs és Technológiai Minisztérium számára fontosak a vállalkozók visszajelzései, így a résztvevők az elmúlt másfél év tapasztalatait is megvitatták. 2019-ben jött létre a vállalkozókat segítő gazdasági rendezvénysorozat. A program során idén több nagyvárosba, így Nyíregyházára is ellátogattak a minisztérium képviselői. Az eseményen a következő 6 év uniós pályázati lehetőségeit és a megújult vállalkozási rendszert a vali.hu-t is bemutatták. György László államtitkár a kamara székházában tartott eseményen elmondta, azt tapasztalják, hogy nagyon sok vállalkozót sikerült elérniük a válság alatt meghirdetett úgynevezett magyar high-tech és zöld technológia választó támogatási programokkal, és az idei KKV stratégiának is több célja van. Az első, hogy az elkövetkezendő másfél évben legalább annyi vállalkozást érjünk el, mint amennyit a fejlesztéspolitika az elmúlt 30 évben a rendszerváltoztatás óta 15 éves ciklusokban ért el. Tehát arányaiban 10-szer annyi vállalkozást szeretnénk elérni. Ebben segítenek nekünk az új programok, ilyen a Technológia Váltó Program és a Magyar Falu Vállalkozási Újraindítási Program. Ezekkel a programokkal közel 15 ezer vállalkozást fogunk tudni elérni az előttünk álló időszakban. A másik célunk az az, hogy a nagy növekedésű vállalkozásokat megsegítsük. Erről szól a Magyar Multi Programunk, valamint a Zöld Nemzeti Bajnokok Programunk. A Zöld Nemzeti Bajnokokat külön kiemeltük, mert egy olyan piacról beszélünk, az energiahatékonyság, a zöld gazdaságba fektetés, a hulladékok újrahasznosítása és nyersanyaggá alakítása, amely nagyon dinamikusan bővül. És hogyha valaki ezen a piacon időben épít fel kapacitásokat, akkor bizony azzal kanyarban tudunk előzni, versenyben tudunk lenni a nemzetközi piacokon is. Mindenre azért van szükség a Magyar Multi Programra és a Zöld Nemzeti Bajnokokra, mert minket nem hordozott tenyerén a történelem. Volt 45 évnyi kommunizmusunk, aztán 20 évnyi rövidebb megszakítással 20 évnyi történetiséget és nemzeti karaktert nem ismerő neoliberális gazdaságpolitikánk. Miért mondom ezeket a csúnya szavakat egymás után? Azért, mert más országok 50-120 évet dolgoztak azon, hogy a maguk multijait fölépítsék, mindeközben nekünk, magyaroknak pedig megtört a gazdaságtörténetünk. Keressük a jövő Weiss-Manfredjait, a jövő Goldberger Ferenceit, akik együtt lélegeztek a munkavállalóikkal, hatalmas nagy multikat hoztak létre Magyarországon. Tehát olyan magyar vállalkozókat keresünk a Magyar Multi Programban, akik otthonuknak tekintik hazánkat, vagy szűkebb hazájukat, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét, akik számára érték másoknak munkát adni, és akik számára érték részt venni a térségük felvirágoztatásában, és nem mindig csak pénzügyi szempontok alapján hozzák a döntéseiket, hanem a szívük is benne van a döntéseikben. Úgyhogy erről szól a Magyar Multi Programunk. És a harmadik célunk pedig az, hogy megerősítsük azokat a hagyományosan erős ágazatainkat, amelyekben mindig is jók voltunk, és fölkészítsük ezeket az ágazatokat a jövő technológiáinak alkalmazására. Mert csak itt tudnak fennmaradni. Aki ma nem digitalizál és nem fektet a jövő technológiáiba, az 5 év múlva lehet, hogy végérvényesen ellehetetlenül. Ezért támogatjuk az élelmiszeripart, az agráriumot, az egészségipart, az átalakulóban lévő járműipart, vagy a fémipart, vagy a műanyagipart, a gumipart, amelynek van hagyománya Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Úgyhogy ez a 3 nagy célunk van, és megkérdeztük a vállalkozókat, hogy hogyan tudjuk a jövő technológiáinak alkalmazásában segíteni őket, és azt mondták, hogy unják már az absztrakt előadásokat a digitalizációról és a jövő technológiáiról, szeretnék a valóságban, valós körülmények között látni ezeket a technológiákat. Ezért hoztuk létre a Valin, a Vállalkozói Információs Portálon a Modern Mintaüzemek programot, ahol be tudnak jelentkezni gyárlátogatásokba olyan helyekre, ahol már alkalmazzák a jövő technológiáit. Azt mondta, hogy a multiprogramon keresztül szeretnék azokat a vállalkozókat elérni, akik nem csak pénzügyi megoldásokat szeretnének kivitelezni, hanem a szívük is a hazájukhoz húz. Mit vár ettől a mai vállalkozói fórumtól? Talán ma jelentkeznek, és talán meglátják a potenciált az új digitális jövőben? Én azt remélem a mai vállalkozói fórumtól, hogy a vállalkozások őszinte visszajelzést fognak adni arról, hogy a velük közösen megalkotott és kidolgozott programjaink mennyire szolgálják az ő szempontjaikat. Mert hogy ne felejtsük el, hogy harmadjára járok itt az elmúlt 2 évben,
Nyíregyházán a kamarai egyeztetésen, persze voltam más programokon is, de a vállalkozókkal találkozni, harmadjára jöttem el. Először megkérdeztük őket a problémáikról, és elmondtuk nekik, hogy milyen globális tendenciák vannak. Másodjára bemutattuk nekik, hogy milyen válaszokat adnánk azokra a kihívásokra, amelyekkel ők szembesülnek, és amiket mi azonosítottunk, és most pedig bemutatjuk az ez alapján kidolgozott programjainkat. És persze azt várom, hogy sokan csatlakoznak majd most a programjainkhoz, de leginkább azt várom, hogy a fórum után fölmennek Valira, fölmennek a vállalkozó információs portálra, amely megújult. Egy vállalkozó szavait idézem, ami eddig 3 nap volt, az mostantól 3 kattintás. Lehet, hogy valakinek nem is 3 nap volt, hanem több, valaki meg egyáltalán bele se fogott abba, hogy a vállalkozás fejlesztési lehetőségekről tájékozódjon, mert az idő akkora érték számára, az idő pénz akkora érték számára, hogy azt mondta, hogy nem foglalkozom ilyen kérdésekkel, ami nem tartozik az én fő tevékenységemhez. Viszont a Valival tényleg másfél perc alatt megismerheti minden vállalkozó méretére, tevékenységi körére és földrajzi elhelyezkedésére leszűrten, hogy milyen vállalkozás fejlesztési lehetőségek állnak a rendelkezésére. Ráadásul abban a struktúrában, ahogy ők keresni szoktak. Hitelek, ahhoz kapcsolódó garanciák, támogatások, visszanemtérítendő bértámogatások, beruházás ösztönzési támogatások, beruházásaikhoz támogatások, képzési lehetőségek, szakértői szolgáltatások, és ott van a Modern Mintaüzemek program is. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy miután megismerkedett a gyors indulás, a gazdaság újraindítását szolgáló programjainkkal, utána térjen föl Valira, regisztráljon röviden csak egy pár kattintás, és onnantól kezdve személyre szabott információkat, többségében államilag támogatott vállalkozás fejlesztési lehetőségeket fog találni. A Kereskedelmi és Iparkamara megyei elnöke arról beszélt, fontosnak tartja, hogy a helyi vállalkozókat teljes körűen tájékoztassák a 2021 és 27 közötti Európai Uniós pályázatok kapcsán. A szakmai fórum és az új vállalkozásokat segítő információs portál bemutatásán túl ezt a célt is szolgálta. Nagyon fontos lenne és lényeges, hogy itt a 21-27 közötti költségvetésben, amit uniós forrásokból fogunk dönteni finanszírozni, a megyébe minél több tudjon eljutni. Az igazság, mindig elmondjuk, hogy uniós forrásokat jó lenne úgy felhasználni, hogy minél több vállalkozás segítsen, elsősorban a magyar tulajdonú, még túl kis közepes vállalkozásokat. Úgy gondolom, hogy, és bizonyosan ezt meghallgatja a kormány, egy jó és pozitív, azért azt már látjuk, amit tettünk javaslatokat itt a vállalkozások vonatkozásában, beleértve itt egy nagy bajban voltak, bér, járulék támogatás, beleértve itt adók csökkentését, járulék csökkentését, finanszírozások kérdését, ebben volt előlépés. Most az lenne a lényeg, hogy a megindítás szempontjából minél több forrásra jusson, ez az is kell, hogy tudják a megyei vállalkozások, mire lehet pályázni. Hisz ezt nekik kell elvégezni, nekik kell megcsinálni, én bízom benne, a tanácsközepes fog segíteni. Ugye a pályázás az általában egy hosszú, bürokratikus folyamat, de úgy tudom, hogy most a Vali rendszer segítségével talán könnyebben jutnak forrásokhoz a vállalkozók, és talán egyszerű kattintásokkal nem csak információkhoz jutnak, hanem már saját magukat is versenyhelyzetbe tudják hozni. Így van, azt szeretném mondani itt minden vállalkozónak, ha valahol megakad, a kamarába kialakítunk egy olyan termet, ahol a munkatársak segítenek, rá tud menni, meg tudja nézni, és ennek alapján tehát meggyőződhet arról, hogy van-e lehetősége pályázatni is, és hogyan. Tehát maximális segítséget adunk helyben is, tehát az a kérdés, biztonsággal jöjjenek hozzánk. A gazdasági fórumon a kis- és középvállalkozók tapasztalatait, véleményét gyűjtötték össze egy szakmai beszélgetés keretében. Folyamatos volt a levéltárak munkája a járványidőszakban is. Megyénkben április óta újra fogadják a kutatókat, a rendezvények azonban továbbra is online formában zajlanak. Újabban a hamarosan megjelenő évkönyv tanulmányainak bemutatóit követhetik figyelemmel az érdeklődők. Köszöntöm a stúdióban Bánszky Hajnalkát, a megyei levéltár igazgatóhelyettesét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A pandémia idején tehát teljes gőzzel üzemelt a levéltár, vagyis hogy a munka ugyanúgy zajlott, csak éppen a kapcsolatot másképp tudták tartani. Mik azok a fontosabb feladatok, amiket a levéltár folyamatosan végez?
Tulajdonképpen a kutatószolgálatunk volt az, amelyik mind a két évben egy-egy időszakra be kellett, hogy zárja a kapuit. Természetesen akkor is online formában igyekeztünk a kutatói megkeresésekre válaszolni. Az ügyfélszolgálat az nem szenvedhetett semmi ilyen tekintetben késedelmet, tehát akár egy használatba vételi engedélymásolat, akár egy nyugdíjba vonuláshoz szükséges munkaidő igazolás, azt ugye eleget kellett ennek tenni. A hivatalokkal akadálytalan volt a kapcsolattartás, a magánügyfelek pedig az ügyfélkapunk keresztül fordulhatnak hozzánk, és ezt előszeretettel használták, vagy pedig a kormányablakokba bementek, és ott leadták a kéréseiket. Mennyire tudtak rugalmasan átállni erre a másfajta üzemmódra? Az a tapasztalatunk, hogy szeretik az emberek ezt az online lehetőségeket. Nyilván egy kutatónak muszáj kézbe fognia az iratokat, illetve nem lehet teljes körű az online kiszolgálás, tehát nekik ugye muszáj hozzánk eljönni, de aki csak egy-egy dolog miatt keres bennünket, annak ez sokkal praktikusabb. A rendezvényeink iránt érdeklődőket is igyekeztünk online módon kiszolgálni, és online közműöldési tartalmakat gyártani nekik, illetve több adatbázist, forrásválogatást elérhetővé tenni az interneten. Mi volt a tapasztalatuk? Még az is lehet, hogy növekedett az ügyfélszám, vagy az ügyfélforgalom, így hogy online lehetőségek nyíltak? Hát az ügyfélforgalmunk az nagyjából nem csökkent. Ugye nagyjából az előző éveknek megfelelő volt, hiszen hozzánk kell fordulni abban az ügyben, amiért éppen jöttek. A kutatószám az ugye egyértelműen csökkent, a rendezvényeink látogatóinak száma virtuális térben teljesen más mérőszámok vannak, tehát ilyen formán ott viszont megsokszorozódott, és látjuk azt, hogy nagyon szívesen fogadták akár az ország más részein élők is, akik korábban ugye a távolság, vagy esetleg a rendezvények időpontja miatt nem tudtak hozzánk eljönni. Mik voltak a legfontosabb rendezvényeik az elmúlt időszakban? Tulajdonképpen 2020 júniusától kezdődően online formában működnek a rendezvények. A levéltári nap volt a legnagyobb szabású tavaly szeptemberben, ami online valósult meg, illetve elkezdődtek a 22. évkönyvünknek a tanulmánybemutatói, amik havonta egy-két előadást tartalmaznak. Ez egy ilyen nagyobb csokor. Mekkora hagyománya van ennek az évkönyvnek? Ugye a 22. nyilván akkor már több mint két évtizedre nyúlik vissza. Mi a jelentősége ennek, hogy évente kiadnak egy ilyen könyvet? Sőt, hosszabb, mert ez tulajdonképpen nem évente jelenik meg, hanem olyan két-három évente, amikor egy ilyen nagyobb csokorra való tanulmány összegyűlik, tehát azt a jól emlékszem 79-ben jelent meg az első helytörténeti tanulmányok. Az ugye talán jobban tükrözi a tartalmát, hiszen elsősorban megyénk, illetve a tágabb értelemben vett régiónk, tehát a történeti Szatmár, Bereg, vármegyék történetéről szóló tanulmányok is helyet kapnak ezekben a kötetekben. Így a mostaniban is? Igen, sőt a mostani az egy kicsit rendhagyó, ugyanis ebben az évkönyvben elhunyt kollégáinknak állítunk emléket, tehát egykori levéltárosok, levéltárigazgatók, helytörténeti tanácsadónkkal kapcsolatos, illetve az ő kutató munkáikkal kapcsolatos tanulmányok kerültek ebbe az évkönyvbe. Térben és időben is elég tág az a perspektíva, amiben ezeket bele lehet helyezni. Így vannak térben nem csak a mi térségünkre vonatkozó, hanem akár Csallóközre, Erdélyre, felvidéki részekre, Kárpátaljára, Nyugat-Magyarországra vonatkozó tanulmányok is, időben pedig hát a középkortól napjainkig. Ha már itt a helytörténeti kutatások és anyagok kerültek szóba, ismét meghirdették a helytörténeti pályázatukat. Erről mit kell tudni, milyen múltra tekint vissza, és kik a megcélzottak ezzel a pályázattal? Hát igen, ennek is két évtizedes hagyománya van. A három közgyűjtemény, a levéltár, a múzeum és a könyvtár, valamint az egyetem történettudományi tanszékének és a honismereti egyesületnek ez a közös felhívása. Ez elsősorban olyan kutatóknak szól, akiknek van egy közel publikálásra érett tanulmányuk, egy mélyebb, valamilyen mélyebb írásuk egy helytörténeti
témáról, tehát ez most kifejezetten a helytörténettel kicsit komolyabban foglalkozó embereknek szól, hiszen a beadott munkák egyik kritériuma is az, hogy irodalom és forrásjegyzéket kérünk hozzá, tehát ennek megfelelően történik majd a zsűrizése is. Azt gondolom, nem csak a kutatókkal van szoros kapcsolatban a levéltár, hanem talán a legfiatalabb korosztállyal is, tehát a képzés oktatásban aktív részt vállal a levéltár. Igen, na hát a levéltári órák az a pont, ami a pandémia alatt tényleg szünetelt. Az online oktatásban olyan módon igyekeztünk bekapcsolódni, hogy kis forrásajánlókat készítettünk nekik, illetve a Magyar Nemzeti Levéltárnak van egy 7. Ziglen elnevezésű levéltárpedagógiai programja, tehát ugye ebben nagy hangsúlyt kapnak az online tartalmak, erre folyamatosan igyekezzük felhívni a pedagógusok és a gyerekek figyelmét is. Volt a gyerekeknek pályázatunk is, és hát reméljük, hogy szeptembertől visszatérnek az iskolások, és nekik is élőben tarthatunk ismét levéltári órát. Mennyire nyitottak a legfiatalabbak a helytörténeti ismeretekre? Nagyon, de inkább a levéltára, mint egészére. Tehát van annak egy varázslata, amikor egy 17. századi jedzőkönyvet megnézhetnek, vagy megnézhetik a nagypapa bizonyítványát esetleg, tehát így a 20. század elejé iskolai évkönyvek, iskolai anyagkönyveknél meglepve szokták tapasztalni, hogy bizony az egyes az akkor a legjobb jegy volt, és ezt is nagyon élvezik, a régi térképeket, az okleveleket, a címeres, a szépen festett címeres nemes leveleket, tehát őket nagyon könnyű elvarázsolni. Hát reméljük, hogy szeptembertől újra lehetőség lesz erre. Bánszki Hajnalka, köszönjük szépen, hogy a vendégünk volt ma este. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, eddig tartott a mai 35 perc, szerdai adásunkban a fűtési szezont értékeljük, és kiderül, mikor érkeznek az elszámolások. Szó lesz a gyermekjátékokkal kapcsolatos ellenőrzésekről és azok eredményeiről, akár csak a Tiszavasváriban zajló fejlesztésekről. Tartsanak velünk akkor is, mára köszönjük figyelmüket, a viszontlátásra!